Üdvözlök! Ismét mindenkit! Egyáltalán letöltötte a arkot, nem? Beakadt? Mert hozzáadhatva. A frissítést is lekapcsoltam. Reméljük, hogy újraindítás, és most keressé az újabb frissítés verziókat! Eléggé gyenge ez a rendszer! Azon vagyok elkeveredve, hogy milyen frissítések is töltődjenek fel rajta. Más gonyom is volnának. De egyszerűen a gyenge elme nem van korlátozva. Azért, mert túl sok YouTube videókat néztem mostanában. Kezdek is, hogy a filmek meg a sorozatokat már nem nézek, meg YouTube más videókat sem. És egyszerűen elveszi az ajnak azt a részét, hogy videókat csináljak, és akkor írjak be ilyen deszprikációkat, magyarul, hogy ilyen leírásokat, hogy tönkre tesz ez a YouTube-bocska szerűség. Mindig egyszerűbbet válasz az agy, és nem az összetettet. Ez a sok ördögben való iskola oktatási rendszereknek köszönhető, és egyszer rászoktattak. Nehéz leszokni! Tévéről már nem sikerült, hát vagyom. Egy pár hét ezelőtt néztem filmeket és sorozatokat, és itt van, alítok már egy videónak a diszprikációját megírni! Nézzük valami más funkciókat a Windows 10-ben. Van ez a Cortana! Kicsit várni kell vele, hogy betöltődjön. Nem kell hozzá Microsoftos account. Ez a Paint 3D. De erről miért is hívják Paint 3D-nek? Vigyítani a képet. És kép. Hozzunk valamit! Rajzolni rajta. És az agy néha sokat felejt ti el a dolgokat. Egyszerűen elfelejti. Egyszer eszembe jutott, és elfelejtette. Azért, mert a gyönke elmé, a sok hülyeséget, amit a YouTube, meg más oldalak rám sóznak, manipuláltatnak, mert egyébként a szókincs nem volt költői, írói, hogy tönkre teszik az agy kapacitásomat. Ezzel úgy lehet védekezni, hogy az ördög tovább már jött, kerülni kell! Nem kell nézni semmilyen filmeket, sorozatokat, játékstreameket, meg újabb van ilyen más YouTube, van ilyen Hudo TV, már ezt is tudom, ezt a store-ból láttam. És ezt a felesleges tudom, hogy van Netflix, Hudo TV, vagy ilyen vacak internet streaminget, ami a köz névnek szólnak. Egy köz munkásét ennek, aki nem képes másra, csak online tartalmakat nézegetni, másik embert, hogy is viselkedik. Arra képes, be vannak tanítva, és azt képes visszik bámulni, annak komoly gondjai vannak. És attól kell, hogy mi
ugye 3D-nek kiad, van ez a 3D DF, és azt így látom, hogy 3D-ben van, és lehet nyomni az Alt-ot, és emetek így lehet mozgatni. Így, meg így. Alt, mez. Azt hittem, hogy és lehet így 3D-ben is rajzolni neki. Azt mondom, hogy komolyabb vagy kísérlet lesz, tehát húzni. Nem lehet. Ilyen kombinációk alt. Hát, na és van a lényegét neki. Nem is kell érteni! Milyen más alkalmazás is van rajta. Van Cortana, Pro Music, zenelejátszó, Movie és TV of Studio. Kicsák rajta meg. Jók! És értem másnak a videóit. Elindítanom! Nek kell a másé, hogyha én is képes vagyok rá videókra, fényképeket csinálgatni, készíteni, nem csinálnám, fényképeket elállítani, inkább tájképeket lefotózni. Mindenre van kincs, szókincs. De egyszerűen romlik az agy, ha nem hall több szavat, mert általában egy magyar egy napon 30 darab szót szokott áll rendelkezésére, annyi tud, annál többet nem. Van OneDrive, AppStudio, Microsoft Office, Microsoft Edge, megnézzük a Microsoft Store-t, milyen izgalmas vacak alkalmazások vannak, van ez a Minecraft-olás, Roblox, Zombie Army, Netflix, Iftons, itt vannak a legtöbbet, fizetnek, olyan cégek jelennek meg. Megvek egy Minecraft. $3,000. Ami dollárba. Eléggé sokba. Több is van! Ilyen Forza! Flatout! Microsoft Thingsoft! Call of Duty! Infinity Warfare! Rengeteg sok játék van! A Microsoft cég egyik iparra a játék! És rengeteg játék kategória van! Van ez a God Simulator. Nézzük meg a kecskét. Hogy ez egyáltalán ingyenes, nem ingyenes. $10 kerül. Ez a Freddy mód. És fent van. $8 kerül.
tekerni. Mindig újabbak töltődnek be. Rengeteg. Játék van! Ez a Microsoftnak egyik iparágja. Játékok. Hirdetések. És visznek el legjobban a C-né játékok. Ez érdekes. Nem érdekel. Más mindent is lehet csinálni a Windows 10-en. Lehet rajta írni programokat, scripteket, besokat. Tudni is kell érteni hozzá. Na mit, amit van, hogy ez a rendszer, ez meg ennyit egy pár alkalmazást. Na nincs nagy értelme. Ez nem jóformán semmit se. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.